A katedrális mögött lévő kisháznak van egy nagyon tragikus története, ugyanis a középkor végén egy család élt ott, akik elkapták a pestist, és a legkisebb lány, aki a család tagja volt, ő nem kapta el, viszont amikor a család meghalt, a yorkiak úgy gondolták, hogy nem szeretnék kiengedni a kislányt, mivel nagyon félt mindenki a pestis járványtól, tehát a lányt egészségesen bezárták a házba, aki nem sokkal később nem a pestistől, hanem az éhségtől halt. És vannak emberek, akik a mai napig éjszakánként vélni látják a kislányt az ablakban. Aki kíváncsi a középkori nemesi emberek életterére, annak kiváló célpont a várról, amit most megyünk is megnézni. Mi még nem voltunk sosem, de mivel én legalábbis nagy középkorrajongó vagyok, már nagyon várom, hogy megnézzük. Monastery played a big part in the war trade, especially here in Yorkshire. At its height, the river Abbey 14,000 sheep. Whilst nearby Fountains Abbey boasted a flock of 18,000, the largest in the world. And now you read, oxen. Whilst cows couldn't provide milk,
meat and leather. Oxen were usually castrated. Castrated meat. Bulls that were used as deer and milk. És íme York legzsúfoltabb utcája, Chambers, és egyben a leghíresebb is.
She wouldn't understand the words. She would be Spanish. Why fed it? Azt mondják, hogy haunted, hogy mondják magyarul. Legkísértet jártam, úgymond pubja, mert igazából ez egy pub. York különlegessége, hogy a főutcáról letérve bármelyik udvartérben ilyen történelmi épületekkel botlik az ember. Ebben az épületben is a mennyezet fogott meg igazán. Rendkívül szép. És ezek a faoszlopok elég monumentálisan hatnak. És most gyertek, nézzük meg York egyik talán, hanem a legszebb parkját, a Múzeum Parkot. Anglia szerte rengeteg ókori és középkori rom található. Ez is például a Szent Méri apátság romja, amely között csak úgy sétálni lehet. Hogyha kíváncsiak vagytok Anglia egyik legnagyobb apátságára, azt is meg tudjuk mutatni egy videó keretében. Ezt jelezhetitek egy kommentel, vagy lájkoljassátok a videót.
building. Meg is érkeztünk, ott elindultunk. Hát Yorkban nem szokott ilyen napsütés lenni, de viszont nagyon meleg van. Nagyon meleg van. Körülbelül, ahogy az elején is mondtuk, hogy elmondjuk, hogy körülbelül mennyit költöttünk a mai nap. 45 fontot költöttünk összesen, amiben benne voltak belépők, kaja és a parkoló is. Hát igen, sajnos York nem egy olcsó város, és főleg a parkozás az elég drága, de hát... Megéri. Megéri. Megéri egyszer legalább meglátogatni. Főleg azok, akik szeretik a történelmet. Főleg a középkor és a római kort.